Sok izgatott kisgyerek jelent ma meg a ceglédi rendőrkapitányságon. Az úgynevezett Rejtélyes Kihívás című pályázatra beérkezett alkotásokat jutalmazták. A fiatalokat Kovács Norbert rendőrőrnagy is köszöntötte. Örülünk, hogy az általunk meghirdetett pályázatra ilyen sokan benyújtották a kis ötletes videóikat, képeiket, amikkel versenybe indulhattak, versenybe szállhattak a fődíjunk megnyeréséért. Ceglédről, Törterről és Abonyból is jelentkeztek diákok. A gyerekek három témából is választhattak, de akár mindet elkészíthették. Többek között rajzolva, fotókat készítve vagy videózva mutathatták meg, milyen szabályokat tartanak be otthon, illetve arról is kifejthették véleményüket, hogy hogyan közlekedjenek az emberek az utakon. A legjobb alkotásukat ma jutalmazták a ceglédi rendőrkapitányságon. Én úgy gondolom, hogy ez egy új kihívás volt, sokaknak még ismeretlen, hiszen itt nem volt megadva, hogy pontosan milyen munkákat kell készíteni, vagyis milyen formában kell készíteni. Ugye lehetett videó, rajz, szöveges üzenet, kép, és meglepődésünkre nagyon sok videó érkezett erre a Rejtélyes Kihívás elnevezésű pályázatra. A főnyereményt egy abonyi diák, Mészáros Roland nyerte meg. Ő arról beszélt, milyen közlekedési eszközt készített a pályázatra. Egy gokártot álmodtam meg, és meg is próbáltuk valósítani a bátyámmal. Hát sok macera volt vele, sok idegeskedés. De elkészült. A gokárt működik. Az alkotást vas elemekből heggeztették össze testvérével, és az elektronikai részeit is kidolgozták. Mészáros Roland meglepődve fogadta a tényt, hogy megnyerte a főnyereményt. Nagyon örülök neki, nem gondoltam volna, hogy első leszek. És megnyerem. Egy ceglédi kisdiák, Baksa Bence pedig az Én is hős vagyok elnevezésű témában ért el első helyezést. Ő egy videót készített, amiben megmutatja, hogyan segít anyukájának. Az, hogy segítek anyának porszívózni, rendbe rakom az ágyamat, anyának csinálok kávét, elmosogatok, és ennyi. A felvételt anyukája mobiltelefonjával készítették. Mint mondta, nem volt túl egyszerű a feladat, de végül megoldották. Az ajándéknak pedig nagyon örült. Fú, nagyon jó, olyan, mint az a játék, amit megnyertem, az olyan, mint a Lego, és majd azt összerakhatom otthon. Nagyon király, nagyon tetszik nekem. Ma 8 diákot jutalmaztak a rendőrkapitányságon. Activity-t, Legót és Geomagot, valamint okleveleket és közlekedési csomagokat is adtak át a fiataloknak.